A Pannon Filharmonikusok, ahogy megszokhatta már a közönség, a Kodály Központban. Az idén 210 éves pécsi együttes legutóbbi koncertjét a Muzsika Fellegvárában, Bécsben adhatta. A hazai zenekarok közül a Pannon Filharmonikusoknak sikerült először sorozatot indítania a rangos hangversenyteremben. Erről beszélgettünk Horváth Zsolt igazgatóval. Egy 61 éve folyamatosan működő bérletsorozatnak lettünk a egyik fő komponense, eleme, meghatározó zenekara. A Musikdermeister, a muzsika mesterei, hogyha magyarra fordítjuk, bérletsorozatról van szó, amit jól hallották a kedves nézők, 61. évadát éli. A Covid időszakában is azért a hangversenyek döntő többsége megmaradt. És ennek a sorozatnak a gondozói, promóterei, tulajdonosai, akik a Musikverein épületében és annak az évad szerkesztésében 61 éve vesznek részt, találták meg, a Pannon Filharmonikusokat találtuk meg egymást az elmúlt években, és sok-sok tárgyalást követően jutottunk el odáig, hogy október 31-én pár nappal ezelőtt ebben a sorozatban bemutatkozhattunk. Hatalmas sikerrel, rendkívül imponáló volt egyáltalán az aranyteremnek a színpadára lépni a Pannon Filharmonikusoknak. A Kodály Központ rezidens zenekarának fővárosi jelenléte és korábbi nemzetközi turnéi már bizonyították, hogy a nemzeti címet is viselő együttes valóban a magyar kultúra nagykövete. Nehéz erről egyébként némi patetizmus nélkül beszélni, ezt nézzék el nekem a hallgatók, mert hogy biztosan a csapatsportnál és minden más tudományánál és egyáltalán az élet minden területénél meg lehetne jelölni azt a fókuszt, azt az origót, ami az a legfontosabb helye a világnak. És a zenei életnek nem nagyon van fontosabb helye, mint ez a hangversenyteremnek a színpada, és ott akárkik bizony nem játszhatnak. Szóval, hogy a Pannon Filharmonikusok ott fellépett, és a koncert végén álló vastapsal ünnepelte a bécsi művelt zenebaráti közösség ezt az együttest, az több mint egy pecsét arra vonatkozóan, hogy Pécs rendelkezik egy olyan művészeti produktummal, és ezzel együtt egy olyan márkával, ami kemény valuta. Ami bizony a művészet világban, bármelyik hangversenyteremben, bármelyik ország színpadán bizony értéket képvisel. Ez egy óriási dolog, egy fantasztikus dolog, nagyon-nagyon büszke vagyok a városomra, büszke vagyok azokra a kollégákra, akikkel ezt létrehozhattuk, és hogy így ünnepeljük a PSZ 210. fennállását, hogy a 210. évben eljutunk idáig, hogy tényezőkké válunk. Abban a városban, hogy még tovább fűzzem, abban a városban, ahonnan a zenekar alapítója Liköldör származott és érkezett Pécsre 1806-ban, hogy ma abban a város zene életében egy meghatározó szerepet játszhatunk, ez fantasztikus. Valódi áttörést jelent a magyar zenei élet történetében, hogy 2021. októbere és 2023. júniusa között összesen 6 alkalommal léphet fel az együttes a bécsi Musikverein nagytermében, az évtizedes múltra visszatekintő Musikdermeister sorozat keretében. A Bogányi Tibor vezető karmester által dirigált koncerteken magyar vendégművészek lépnek fel, a műsoron magyar és finn művek is szerepelnek. Májusban térünk vissza, a bérletsorozatot mi zárjuk, a mi előadásunk zárja majd 2022. május 23-án, ami egy különleges alkalom lesz a tekintetben is, hogy a szólista is magyar származású lesz, sőt Pécshez kötődik, hiszen Várda István már a világhírű csellóművész lesz a partnerünk, aki külön báját adja a történetnek, hogy István 2 éve a Bécsi Zeneakadémiának a professzora, így aztán otthon is van, meg itthon is van, meg
visszük is meg, hív is bennünket, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes elem. És hát minden konkrétum nélkül, de hadd büszkélkedjek el azzal, mert azt gondolom, hogy valamennyünknek közös büszkesége, hogy a koncert végi gratulációk és egyeztetések közepette bizony azonnal meghívást kaptunk egy májusit megelőző időpontra, egy bérletsorozaton kívüli nagyon-nagyon reprezentatív eseményre. Ennek azonnal el is kezdődtek a tárgyalásai, egyeztetései, hogy mi módon fűzhető ez össze a PFZ-nek az évadával, de nagyon bízom benne, hogy akár a Covid, akár a pénzügyi konstellációk, akár a már a naptárunkban szereplő hangversenyek lehetővé teszik, hogy ennek is eleget tegyünk. Mert hogy a Művészetek Palotája és a Kodály Központ mellett legyen egy harmadik szintér, ahol a Pannon Filharmonikusok otthon van, és azokat a deszkákat sajátjának érezheti, és ez a Bécsi Muzikfejrend, hát nem tudom, hogy ennél többet zenekar gondolhat el magáról. A Pannon Filharmonikusok egyébként az egyetlen nem fővárosi együttes Magyarországon, amely több mint 15 éves sikeres bérletsorozatot tart fenn a MÜBA-ban. A zenekar a szakmai megmérettetésen túl a jelenlétével annak bizonyítására tett sikeres kísérletet, hogy a zenei minőség vonzza a közönséget, és nem számít, hogy hol van az előadó hivatalos székhelye.